Köszöntöm Önöket, ez a Weekend második adása, 2022. január 14-e péntek van. Nyíregyháza kulturális életéből szemezgetünk a mai műsorunkban. A Váci Mihály Kulturális Központ programjairól Mészáros Szilárd igazgatóval beszélgetünk. A kulturális negyed legnagyobb felújítása kezdődik hamarosan, ezért a József András Múzeum hamarosan bezárja kapuit. Január 31-ig az állandó tárlatok még látogathatók, aztán legközelebb 2023-ban nyit újra az intézmény. Érkezik hozzánk Csabai László író, akinek két regénye jelent meg a közelmúltban. Színdarabot is ajánlunk mai műsorunkban, és végül, de nem utolsó sorban egy újabb kötetet mutatunk be, Iskola a magasban címmel, amelyből Nyíregyháza aranydiplomás pilótáit ismerhetik meg az olvasók. Mozi egyet is sorsolunk, a Kölcsei Televízió Facebook oldalán keresztül várjuk majd a helyes megfejtéseket, a sorsolást követően a nyertest pedig üzenetben értesítjük. A stúdióban már itt ül velem Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója, akinek boldog új évet kívánok. Szia Szilárd! Szervusz, köszöntelek, és boldog új évet kívánok én is minden kedves nézőnek is. Én azt gondolom, hogy már tulajdonképpen programok tekintetében azért a 2021-es esztendőre sem panaszkodhattak a látogatók, mert azért a 2020-as viszonylag ínséges idők után azért beindult az élet a Váci Mihály Kulturális Központban. Hogyan értékelnéd, milyen évet zártatok? Talán az a jó szó rá, hogy felemás. Tehát voltak nagy sikereink, nagyon szép programjaink, viszont hát a tavalyi évben is voltak korlátozások, volt, amikor konkrétan az intézményeink be voltak zárva, nem működhettek. Hát egy közművelődési szakembernek ettől rosszabb, azt hiszem, nem nagyon történhet az életében, tehát mindig alig várjuk, hogy teljes erővel nekiinduljunk a szervezésnek. Tehát nekünk az volt akkor is a koncepciónk, és most is, hogy úgymond előre menekülünk. Mi szervezzük a programokat, és bízunk benne, hogy nagyon sok emberhez eljutunk, és ők is ugye ezáltal eljutnak hozzánk. Tehát amely programjaink megvalósultak, én azt mondhatom, összességében azok sikeresek voltak. Volt olyan, ami halasztottunk, illetve külső szervezésben is több előadás is későbbre tolódott, de például mi a saját szervezési programjainkat mindet megpróbáltuk bepótolni, és általában sikerrel. Ugyanezt ígérhetem ebben az évben is, hogy 2022-ben is nagyon színvonalas kulturális programokkal fogunk tudni szolgálni a kedves érdeklődőknek. Bízunk benne, hogy egyre nagyobb számban tudnak eljönni, és talán ennek a pandémiás időszaknak is most már belátható időn belül vége lesz. De azt is el kell mondjam, mivel mi kisebb vagyunk, mint 500 fő befogadó képességű, nálunk a maszk kötelező, de védettségigazolvány nem szükséges, ha csak nem zenés-táncos rendezvényről van szó, de a központban ilyet nem szervezünk, úgyhogy ebből a szempontból is mindenkit várunk, szeretettel látogathatnak hozzánk is, illetve a moziba is. Az jutott eszembe, hogy meg hát amikor ugye akadályokba ütközik egy jó művelődés szervező, ahogy mondtad, ez egy nagyon nehéz időszak volt azért a számotokra, olyankor általában a kreativitás elkezd mégiscsak működni, tehát különböző alternatív lehetőségek nyílnak ilyenkor, úgyhogy gondolom, hogy a munkatársaid most már mindenre föl vannak vértezve és készülve. Igen, tehát egyébként szereztünk is be digitális eszközöket, tehát amikor az volt soron, úgymond, hogy nem jöhettek be a látogatók, akkor mi mentünk hozzájuk digitálisan, és volt időszak, amikor tényleg nagyon nagy számú kattintást értünk el, de hát azért az igazi mégiscsak élőben, a helyszíneken ezek a rendezvények, akkor van a közösségi élmény, akkor élik át az emberek ezt a kulturális sokszínűséget, tehát más azt is megnézni otthon egy képernyő előtt, mint a helyszínen, én jó magam is. Ezt szeretem, ezt preferálom, azt hiszem a munkatársaim is, és nagyon reméljük, hogy az idei évben már lekötött, megszervezett programjaink is nagy sikerrel a közönségünk megelégedésére fognak lezajlani. No, akkor egy kicsit konkretizáljunk, jó? 2022-ben milyen nagy ágyuk lesznek majd a Váci Mihály Kulturális Központ színpadán például? Kezdjük azzal, hogy nem sokára lesz a Magyar Kultúra Napja. Nyíregyháza megyei jogú város idén is nálunk szervezi meg ezt az ünnepi rendezvényt.
Most ez január 21-én, tehát mához egy hétre, pénteken lesz ez a rendezvény. A ünnepi műsor 17-es órakor kezdődik, a köszöntőjük után Nyíregyháza város kulturális életéért Krudi Gyula díj kerül átadásra, illetve a Nyírség együttes a Lókötő Topogó táncegyüttessel kiegészítve egy ünnepi gálaműsort fog adni. De nem csak ez az ünnepi műsor lesz a Magyar Kultúra Napja alkalmából, vannak kísérő rendezvények. Előtte 16 órától Zajász Tamás bőrdíszműves, népiparművész kiáltását nyitjuk. Nagyon különleges, mindenkit bátorítok, hogy jöjjön el, nézze meg. Mind a két rendezvény természetesen ingyenes, de még pluszban, csak hogy ne egy napra szervezzük, 19-én a Pál Gyula teremben Orr András grafikus művész kiáltását nyitjuk, illetve 20-án pedig a 11. Nemzetközi Nyíregyházi Művésztelep záró kiállítása lesz. A 21. napon minden rendezvényünket, ezeket ingyenesen lehet majd megtekinteni. Színházi előadások vonatkozásában mire készültek? Hát remélem, hogy nagy siker lesz. Februárban már lesz egy ilyen. Február 19-én a Miniszter félre lép című bohózat érkezik hozzánk a Bánfalvi Stúdió előadásában. Hát néhány nevet hadd emeljek ki, Bánfalvi Ágnes, Gregor Bernadett, Németh Kristóf, Beleznai Endre fémjelző az előadást. Hát biztos, hogy nagyon jót fogunk kacagni, mulatni ezen az előadáson. És egyébként még februárban ugyan külső szervezésként Koncz Zsuzsa koncertünk is lesz. Márciusban mi újra elhívtuk Halász Juditot, a gyerekek nagy örömére el fog látogatni hozzánk. És hogy egy kicsit még visszább jöjjünk, a kultúrnap után nem sokkal, 23-án pedig egy zenés mesejáték is lesz a Kulturális Központ színpadán, a Hókirálynő meseszínpad a Piroska és a Farkas történetét fogja elmesélni nekünk. Valamilyen tehetségkutató rendezvényre készültök 2022-ben, ami mondjuk esetleg a fiatalokat jobban megmozgatja? Meglátjuk, még nincs kiírva, ugye sok éven keresztül ment ez a nagyon népszerű Like tehetségkutató. Ebben a helyzetben, mióta bekövetkezett a pandémia, nem hirdettük meg, nem szerveztük meg. Az iskolásoknak is nagyon nehéz egyébként kimozdulni. A bajok mellett eléggé le vannak korlátozva, tehát míg ezt látjuk, addig ez a típusú rendezvény nem lesz, de hát egyébként előfordulhat, ha változik a helyzet, és bízunk benne pozitívra, akkor akár másféle tehetségkutatón is elindulhatnak, de azt természetesen tudatni fogjuk a kedves közönségünkkel. Ugye most elsősorban a Váci Mihály Kulturális Központra koncentráltunk, de hát azért vannak kisebb művelődési házak a városban több helyen, illetve a környező régiókban is. Ott is zavartalanul zajlik az élet, vagy azért érdemes mondjuk a honlapon egy picit tájékozódni? A honlapon mindenképpen érdemes tájékozódni, például az egyik művelődési házunk a Városmajori, ahol nagyon sok színes kulturális program szokott lenni, felújítás alatt áll, de reméljük, hogy a tavasszal oda is visszatér az élet. De természetesen például a Honvéd utcán Pótszilveszter lesz, a nyugdíjas klubjaink nagyon dübörögnek, mondhatjuk. Igen, tehát ők alig várják a találkozásukat. Az nagyon fontos, mindent betartatjuk a jelenleg érvényes jogszabályokat, de mindenütt, bárhova ellátogatnak, kiállítással, klubfoglalkozásokkal, patchwork foglalkozással, a szakkor.hu-n fönn vagyunk, tehát biztos, hogy névós elfoglaltságot mindenki találhat magának, és azt is szeretném elmondani, hogy egyenlőre még tesztüzem módban, de most a idei évtől megváltozik majd a honlapunk elnevezése. Ez a Váci Move, ez egy kicsit olyan bonyolultnak tűnt az embereknek, és ugye a Váci Mihály Kulturális Központnak a hivatalos rövidítése is az, hogy VMKK. Uh-huh. Úgyhogy most már, ha valaki ránk keres, a vmkk.hu honlap fog bejönni, és egy sokkal felhasználóbarátabb, egy sokkal emberibb, sokkal inkább visszakereshetőbb honlappal fog találkozni, amely mobiltelefonra és tabletre is optimalizálva van, tehát azon is nyugodtan tudnak majd keresni a programjaink közül. Szilárd, köszönjük szépen, hogy itt jártál. Én köszönöm szépen a meghívást. Hosszú időre bezárja kapuit a Nyíregyházi Józsa András Múzeum. A tervek szerint 2023-ban nyitnak újra, teljesen megújult környezetben,
január 31-ig, viszont az állandó tárlatok még megtekinthetők, ezért aki teheti, a felújítás előtt még látogasson el az intézménybe. Az Elit alakulat 2.0, valamint a Szabolcs vezér földjén című honfoglaláskori kiállítások mellett bronzkori és kriminalisztikai tárlatok is nyíltak a Józsa András Múzeumban 2021-ben. Ezekre közel 12 000 látogató volt kíváncsi. A pandémia a múzeum éves tevékenységére is rányomta bélyegét, ennek ellenére sikeres évet zártak, ide és a társintézményekbe is sok kultúra kedvelő érkezett tavaly. Látogató számok tekintetében sem maradtunk el nagyon a pandémia miatt. Ha minden rendben ment volna, számításunk szerint olyan 110-120 ezer látogatóra számítottunk még az év elején, de hát ugye a pandémia közbelépett, de ennek ellenére 91.650 fő az, ami látogatta három intézményünket. Ebből kiemelném ugye a Sóstói Múzeumfalut, ahová bátrabban mentek a látogatók, mert ez egy nyitott múzeum, ugye. 70.210 látogatója volt 2021-ben ennek a intézményünknek. A világjárvány a tudományos munkát is befolyásolta. Nagyon fontos az, hogy ki kellett mennünk az online térbe, úgyhogy a Józsa András Múzeumban, a Kálai Gyűjteményben, meg a Sóstói Múzeumfaluban lévő konferenciák is, tanácskozások, továbbképzések, azok a online felületre kerültek ki. Büszke vagyok arra, hogy az évkönyvünk, ami minden évben megjelenik, az most sem maradt el, úgyhogy a Józsa András Múzeum évkönyve a 2021. évi, az is már nyomdában van, úgyhogy nem sokára napvilágot fog látni. Sikeresen folytatódtak a régészeti ásatások, és a régészeti ásatásokkal együtt ezeknek a ásatásoknak a dokumentációs anyagát is el kellett készíteni. Semmilyen lemaradásunk nem volt, mindent sikerült szépen elvégezni. Nagyon sok műtárgy került be hozzánk a múzeumba. Ezeket a műtárgyakat ugye elsősorban meg kell tisztítani, tisztítás után pedig egy úgynevezett aktív állomány védelmi helyzetbe kell helyezni. Mondhatom, hogy nagyon szép számú restaurált anyag valósult meg 2021-ben is. 17.369 darab műtárgy ment át aktív állományvédelmi kezelésen a restaurátorok kezén. Ezen kívül, ami nem aktív, csak nagyon minimális kezelést jelentett, az még plusz 20 ezer darabot jelent. Úgyhogy ez egy óriási szám, és nálunk 5 restaurátor van. Az intézmény 2021-ben megalapította a Promúzeó díjat. Minden évben 2021-től, ugye akkor adtuk át először, minden évben egy belsős és egy külsős fogja megkapni. 2021-ben a külsős dr. Bakai Mária volt egy debreceni gyűjtő, aki nagyon sok műtárgyal gazdagította, történeti, katonatörténeti műtárgyal gazdagította a Józsa András Múzeumot. A demokratikus szavazat alapján pedig Román Ágnes múzeumpedagógusunk kapta a Promúzeó díjat. Örülök annak, hogy a múzeum mellett létre tudtunk hozni a Józsa András Múzeumért alapítványt. Az alapítványnak az lesz a célja, hogy még segítse a múzeumot külső támogatókkal és olyan jellegű dolgok, akár műtárgyvásárlásban, akár kötetek kiadásában, konferenciák szervezésében, ami esetleg a költségvetésben nem fér be a Józsa András Múzeumnak, akkor az alapítvány ott van és fogja tudni támogatni. Köszönet annak a 11 vállalkozónak, ezek elsősorban nyíregyházi, de felvidékről is vannak vállalkozók, akik segítették ezt az alapítványt. Örülök, hogy a pandémia ellenére a 17. huszár találkozót sikerült megszerveznünk. Tudtunk véradó napokat is szervezni, kétszer az év folyamán, és csapatépítéseket is szerveztünk. 2022-ben új fejezet nyílik a Józsa András Múzeum történetében. A tervek szerint nyáron kezdődik az az átfogó felújítás, melyre Nyíregyháza önkormányzata nyert közel 3 milliárd forintos forrást.
Ezzel a kulturális negyed legmeghatározóbb épülete is 21. századi arculatot kap. Ugye egy 2,8 milliárdos felújítás kezdődik majd a múzeumban el, és nyilván a fontosságát több okból is figyelembe vehetjük. Az egyik az, hogy ez az utolsó épülete a kulturális negyednek, amely még nem újult meg, egyben a legnagyobb is, ugye több ezer négyzetméteres területről van szó, egy olyan kulturális intézményből, amely a legrégebbi itt Nyíregyházán, és az épület már igencsak elhasználódott, tehát modernizálni kell, és erre szerzett az önkormányzat forrás és támogatás, és most megy per pillanat a tervezése az épületnek. A látványtervek egyelőre nem készültek el. A korszerűsítés az épület A és B szárnyának mintegy 4000 négyzetméteres területét érinti. Az itt törzött több mint 1 millió műtárgyat, valamint a berendezést több helyszínre költöztetik majd. Ennek a turisztikai pályázatnak az a lényege, hogy minél több látogatója legyen a múzeumunknak, és minél több időt töltsenek az oda elérkezők. Ahhoz pedig nekünk attrakciós elemeket kell biztosítani. Tehát a pályázat végén, egyeztetve a tervezőkkel, a kivitelezőkkel, a József András Múzeumban eddig nem látott 15 új turisztikai attrakcióval szeretnénk kedveskedni a látogatóknak. A nagyszabású beruházáshoz egy megyei területfejlesztési program is kapcsolódik. Ennek köszönhetően várhatóan 2023-ban egy irodalmi múzeumot és kávéházat is kialakítanak, melyet a főépülettel üvegfolyosó köt majd össze. A múzeum január 31-éig még látogatható, addig a jelenleg berendezett állandó tárlatokat is megtekinthetik az érdeklődők. Van régészeti állandó kiállításunk, van néprajzi állandó kiállításunk, van a gyönyörű szép Bencúr Gyula kiállításunk, van a trezorunk, ahol az aranyleleteket mutatjuk be, és a József András életét és munkásságát bemutató állandó kiállításunk. Ez valamennyi január végén bezár, és két év múlva megújulva fog megnyílni. Február 1-től várhatóan 2023 év végéig tartanak a felújítási munkálatok. A múzeum társintézményei, a Kállai Gyűjtemény és a Sóstói Múzeumfalu ebben az időszakban is várja az érdeklődőket. Két regénye is megjelent a közelmúltban Csabai László nyíregyházi írónak, műfaját tekintve mindkét regény krimi. Az Inspektor Szimbád tavaly nyáron, a Sherlock Holmes Budapesten pedig évvégén került a polcokra. Vendégünk Csabai László író. Szia Laci, jó estét! Nézőket! Hát mi is üdvözlünk, és itt az elmúlt percekben arról beszéltünk, hogy valószínűleg a Sherlock Holmes Budapesten című könyved az még neked is meglepetés volt, amikor először kézbe vetted, mert hogy azért ez egy egészen más formájú, méretű és jellegű könyv, mint amit esetleg eddig megszokhattak tőled. Na, mesélj egy picit magáról az ötletről, és hogy milyen élmény volt számodra, nem mint olvasóként, hanem mint íróként ezt a kötetet, vagy könyvet kézbe venni. Mindenképpen egy új formája ez az írói munkásságomnak, mert ez az első művem, legalábbis az első könyvem, amit felkérésre írtam. Uh-huh. Nem tőlem származott az ötlet, hanem Király Leventétől, a Corvinnak kiadó igazgatójától, aki korábban szerkesztő volt a Magvető kiadónál, tehát innen van az ismeretség. És ez az első könyv, ami képes könyv. A Margvető kiadónak egy üzletpolitikája vagy művészeti felfogása, hogy soha semmilyen képet nem tesznek be a regényekbe. Maguk a szövegek, maga a szöveg adja a teljes élményt. A Corvinánál ilyen nincs, úgyhogy... Tulajdonképpen lehet mondani, hogy ez egy ilyen összművészeti jellegű dolog, vagy egy picit... talán még azoknak az olvasóknak is ad egy kis mankót, akik esetleg nem annyira vizuálisak, bár igen. Én azt gondolom, hogy az olvasók fantáziája azért sokkal gazdagabb, mint azok, akik a képi világban szocializálódnak, hiszen ugye itt nincs határ, tehát bármi elképzelhető. Igen. Nézem itt, ugye nem ismerve még a könyvet, hogy nem csak képek, hanem ugye grafikák, illetve hát a színekben is bizonyos oldalak sárgák, bizonyos oldalak pedig fehérek. Van ennek valamiféle jelentése, vagy szimbolikája? Igen.
A szöveg az olyan, hogy fantáziálásra csábítja, sőt készteti az olvasót is. A kép viszont segít elképzelni, és későbbi fantáziálásuknak az alapja lehet. Tehát amikor nincs kép egy könyvbe, csak mi elképzeljük, azok a képek is korábbi élményekből erednek. Uh-huh. Tehát a képi ábrázolás az nagyon jól kiegészíti az írott szöveget. Ugyanakkor ad egyfajta történelmi hűséget, vagy így talán van, egy ilyen, sokkal inkább egy élményszerűséget, igen, mintha valóban megélnénk, igen, azt, amit olvasunk. Hát ennek is van egy műfaja a képkeresésnek, képszerkesztésnek hívják ezt általában a kiadói pályában és a kiadói munkában. Ceglédi Csilla volt, aki ezt létrehozta, nekem vétójogom volt, de nem kellett sok képet visszautasítanom, ha jól emlékszem, 4-et vagy 5-öt. Na hát ez egyik érdekessége ugye ez ennek a könyvnek. A másik viszont, ugye mondtuk, hogy a műfaját tekintve krimi, de igen, hát azért ez sem olyan egyértelmű, nem, ugye? Nem, igazániból nem krimi. Attól függ, ha meghívna a krimiírók maguk közé, vagy olyan olvasók, akik szeretik a krimit, akkor azoknak azt mondom, hogy krimi. Valójában nem is tudom. Az Inspektor Szindbár az egy történelmi realista regény, ott tulajdonképpen csak egy ürügy a nyomozás. Ez pedig talán egy krimi paródia, így lehetne mondani. Ugyanakkor valamelyest azért az olvasó logikai gondolkodását, igen, is teszteli, tehát mondhatjuk azt, hogy olyan, mint egy játék? Vagy? Igen, igen, a Holmes Budapesten abban mondhatjuk azt, hogy egy játék. Mert hogy ugye a befejezés sem egyértelmű. Igen. Attól függ, hogy az olvasó mit szeretne, vagy hogy milyen a logikája? Igen, igen. Két olyan, mondhatnám azt, hogy toposz, vagy témaforrás van, amit egyesít ez a regény. Az egyik a Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ugye megszületett 1889-ben, vagy 87-ben talán, meghalt 1929-ben, hát nem halt meg, hiszen sosem élt, de akkor írták az utolsó novellát róla, Conan Doyle, ugye az híres skót író, és azóta legalább 1000 bört lehúztak már róla. Csak ebben az évtizedben 8 Sherlock Holmes sorozat készült a világon, és szinte mindegyiknek sikere volt. 2 orosz, 2 angol, 3 amerikai, amiből az egyiknél Dr. Watson egy nő ráadásul, aztán már rajzfilm változat, meg kutya változat, mindenféle változat elkészült, és ezért gondolta azt Király Levente, a Korvinának a főszerkesztő, hogy na most már kéne egy magyar változat, és hát ha még egy 1001. bört le lehet húzni, de akkor ez legyen olyan magyar változat, hogy Magyarországon játszódik, teljesen a magyar történetbe ékelődve. Ezen kívül 2 éve elkezdtek terjedni a világon az úgynevezett menekülő regények, aminek az a lényege, hogy 4-5-6-8 oldal után mindig van egy kérdés. Meg kell válaszolni az olvasónak, és annak függvényében kell tovább olvasni. Ilyet nem tudtam volna írni, mert ez nagyon megakasztja az olvasást, de a végén, amikor elérünk a 200. oldalhoz, ott vannak kérdések, hát jól emlékszem, vagy 20, azokat, ha megválaszoljuk, természetesen az olvasottak alapján, akkor sorba lehet rakni egy ilyen kis 5 vagy 10 oldal terjedelmű részt, amiben 20 passzus, 20 bekezdés van. Ha ezt sorba rakjuk, akkor kapunk egy második befejezést, megkapjuk a regény másik befejezését, ami köszönő viszonyban sincs a fő befejezéssel. Tehát ha azt gondoljuk, hogy ez nem jól ért véget a könyv, akkor kapunk egy másik véget. Milyen jó lenne ez filmekben is, hiszen hányszor van az az érzésed, hogy de kár, hogy ez a vége. A Globe Televízió a 90-es évek elején forgatott ilyen filmeket, és Horváth János volt a műsorvezető, az Öndönt, ez volt ezek a címe. Csak ott törvény volt, hogy szavaztak a nézők. Megnézték az A vagy a B változatot, utána soha nem lehetett a másik változatot megnézni. Ez volt a lényege. Itt viszont mind a két változatot meg lehet nézni, tehát ennyiben eltérő attól. És mik az olvasói visszajelzések, hogy megelégszenek a saját verziójukkal, nem, és csak kíváncsiságból olvassák el a másikat, vagy esetleg elbizonytalanítja őket a második befejezéssel olvasása, és jobban hisznek abban? Érdekes játéknak folyam, mindenki elolvassa, mindenki megfejti, úgyhogy ez úgy tűnik, hogy ez jó ötlet volt. Még azon gondolkozom, hogy lehetne tovább fejleszteni. Laci, beszélgethetnénk arról is, hogy milyen felkérésre írni, és milyen saját
lelkedből megszólaló éjségre elővenni a klaviatúrát, de sajnos az időnk nagyon fogy. Még a másik regényről egy pár szóban beszéljünk, hiszen ugye tulajdonképpen ez is egy krimi, igen, és ez már azért talán inkább a tőled megszokott stílus képviseli. Elkezdtem írni 2008-ban vagy 2009-ben a Schiffer Árpád történeteimet, akinek a mondjuk így művész neve Szindbád, de csak én az író olvasom, hívom így, amúgy Szindbád, Schiffer Árpád a neve. Az első könyv az a bagdadi gyermekkor után Nyárligeten játszódik, második Szibériába, a harmadik megint Nyárligeten, többé-kevésbé Nyíregyházán. Az ott ér véget, hogy 56-ban ugye emigrál, és kiderül ebbe a könyvbe, hogy a Német Szövetségi Köztársaságban kötött ki, legalábbis 56 őszétől 60-61 nyaráig ott élt. Ezt az időszakot igen, ezt az időszakot dolgozom fel. Van egy bűneset, ugye egy gyilkosság vagy emberölés. Tulajdonképpen ez a 60-as évek Németországának a tükre. Az összes korábbi könyvemben a szakadék és a teljes csőd világa volt, ugye a Horthy rendszer, aztán a sztálini, Szibéria, Szovjetunió, aztán visszajött a Rákosi rendszer. Ez viszont egy gazdaságilag, egy prosperáló, egy demokratikus államnak a képét mutatja. De hát azért ott van a második világháborúnak a rémképe, vagy a múltja. De ettől függetlenül egy nyugodt időszak, de a történelem az nem csak katasztrófákból, hanem fejlődésből is áll, és nem csak szenvedésből, hanem jólétből is, és direkt azért akartam egy ilyen környezetet ábrázolni. Laci, hát ugye a történelemben akkor eljutottunk a 60-as évekig, igen, azt gondolom, hogy akár mehetünk is tovább, bízva a te fantáziádban, az írói termékenységedben, meg abban, hogy valóban egy jó történet, egy jó krimi beágyazható bármelyik rendszerbe, és hogyha egy picit az ember ezen keresztül testközelből megismeri azt a világot, akkor talán saját magát is jobban tudja értelmezni a történelemben. Igen, így van. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, szívből gratulálunk, és hát reméljük, hogy sokan olvassák mindkét új kötetedet, és nagyon sok pozitív visszajelzést kapsz majd a következőkhöz. Köszönöm én a lehetőséget. Kedves nézők, ezzel vége a Weekend első részének, tartsanak velünk a híradó után is. Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Egy különleges könyvet ajánlunk a következő percekben. Magyarországon először 1971-ben Nyíregyházán avattak polgári pilótákat. 50 évvel később, azaz 2021-ben közülük 11-en vehettek át aranydiplomát a Nyíregyházi Egyetemen. Pokorácki András volt az egyikük, aki az évforduló kapcsán személyes hangvételű, egyben szakmailag is hiánypótó könyvet írt a társakról és a pilótaképzés történetéről. Vendégem Pokorácki András, aranydiplomás pilóta, a könyv szerzője, és nem érkezett egyedül, Kovács Zoltán intézetigazgatóval, a Nyíregyházi Egyetemről, és Horváth Péter úrral, aki a Trainer Kft. Ügyvezetője, úgyhogy együtt repültek ide a Weekend stúdiójába. Jó estét, köszöntöm Önöket! Jó estét. Először is akkor, ha a könyv személyes hangvételű, akkor András engedje meg azt a személyes véleményt, én tegnap este a kezembe vettem, és úgy gondoltam, hogy mit is jelenthet ez a könyv nekem, vagy milyen élményt adhat, hiszen én csak egy nő vagyok, aki maximum utasként ült repülőgépen, és aztán, ahogy egyre inkább belemélyedtem ennek a könyvnek a lapozásába, akkor rájöttem, hogy nagyon kevés az időm, és én ezt nem fogom tudni elolvasni holnapig, amikor is itt ülünk majd és beszélgetünk, hiszen valóban nagyon olvasmányos, emberi, és az a 11 pilóta, aki egykoron ott beült az iskolapadba, és csodálatos karriert élt meg, olyan lesz az olvasó számára, mint hogyha régi barátja lenne, vagy ismerős. Úgyhogy gratulálok a könyvhöz. Ez volt a cél, András? Köszönöm, jól esik ezt hallanom, mert a szándékom az több rétű volt. De elsősorban az, hogy egy hiteles képet alkossak az összegyűjtött anyagból arról, hogy a csodába történt az, hogy Nyíregyházára került egy polgári pilótaiskola, ráadásul olyan, amelyik nem csak pilótákat, hanem egyúttal
hozzáértőbb műszaki szakembereket is képez. És ennek aztán a ne továbbja már csak az volt, hogy mindezt egy mezőgazdasági minisztérium vállalta föl. És ezután jött a következő ok, amiért úgy döntöttem, hogy ezt papírra kell vetni. Vagyunk 11-en azok a szerencsések, akik még ma is nagyon tartjuk egymással a kapcsolatot, és mindannyiunk szerencséje az is, hogy a magyar repülésnek egy rendkívül aktív korszakát élhettük meg, és az iskola eredeti szándékait messze meghaladó módon tudtunk közreműködni a hazai polgári repülés fejlesztésében. Ugye 2021-ben ezen az ünnepélyes évnyitón tulajdonképpen hát szerintem nagyon megható pillanat volt az, amikor 11-en ezt az aranydiplomát átvehették. Ilyenkor gyakorlatilag azt gondolom, hogy az intézmény vezetője is meghatódik, illetve a tantestület, ugye, hiszen 50 év pedagógiai törekvése, szakmai törekvése is ott van abban az aranydiplomában. Milyen érzés volt ez az ünnepség, amelyből most a nézők is láthatnak egyébként képeket éppen? Valóban nem mindennapi eseményről beszélhetünk egy ilyen dolog kapcsán. Tény, hogy minden évben vannak aranydiplomásaink az egyetemen, de ilyen formában, ilyen szervezett formában, ahogy az évfolyam jelent meg 50 évvel később, azt gondolom, hogy ez párját ritkító és nem mindennapos esemény. Ráadásul ez egy kicsit ünnepélyes is volt abból a szempontból, hogy azzal a megszokott módon jelentkezett be az évfolyam, ahogy a mindennapokat élték annak idején a képzésben, de hát volt egy rajparancsnok, vagy talán András pontosabban tudja itt a nevét ennek, illetve osztály első, aki jelentést tett, de valóban nagyon szép esemény volt, de azért azt még hadd mondjam el, hogy volt előzménye is ennek, hiszen a képzés valójában 68-ban indult, 1968-ban, és 2018-ban megünnepeltük, hogy 50 éve van képzés, és ugyanez a 11 fő, aki az aranydiplomát átvette, ezen az 50 éves jubileumi rendezvényen is részt vett, és az akkori elsősök és az éppen aktuális 50. évfolyam elsősei egy fotón szerepelve kezet fogtak egymással, ami azt gondolom, hogy szintén egy hasonlóan szép esemény volt. Könyvben láthatóak olyan relikviák, amik például mondjuk a tantárgyakra vonatkoznak, akár a jegyekre, akár az oktatókra, tehát ezek is nagyon érdekesek, gyönyörű kézzel írt ilyen bizonyítványfotókat láthatunk, és hát sok-sok olyan kiváló pedagógust, akik sajnos ma már nincsenek az élők sorában. Én azt gondolom, hogy büszkék lehettek azok a pedagógusok is, és maga a képzés is egy fantasztikus eredmény volt. Ha most lehet ilyet, hogy összehasonlítani mondjuk a mai oktatással az egykorit, akkor mi az a terület, amiben mondjuk iszonyúan nagy a változás, és mik azok az alapok, amiket 50 éve tulajdonképpen megőriztek a képzés során? Nem tudom, ki fog erre válaszolni. Azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy 50 évvel ezelőtt, amikor elkezdődött a képzés, vagy most már ez 53, 53 éve ezelőtt elkezdődött a képzés, engem azok az oktatók tanítottak, azok közül kettő kezdtek oktatni, azok kettő is volt oktatóm, és én ennek az iskolának a szellemét láttam, a szakmának, a fegyelmezettségnek, a tudásnak, meg lehetett szerezni az iskolán. Nagyon jó oktatók, nagyon jó alapok voltak. A repülőtér az egy növendék számára egy szent hely volt, és ahol mindent meg tudott tanulni, és a lényegben az, hogy ezt elrontani nem szabad volt, ezt meg kellett őrizni, azt a repülésbe, azt a fegyelmet, azt a odafigyelést, mindent tovább, csak meg kellett őrizni. Nagyon nagy előnyünk a világpiacon, így mondhatom, hogy ennek a iskolát tovább tudtuk vinni, és ennek a szellemébe tudtuk folytatni. Én 41 és fél éve csinálom ezt, fővárosunként folytatom azt a szellemet, szóval én találkoztam azokkal oktatókkal, akik az első évfolyamban is oktattak, sajnos nem mindenkivel, de ennek a szellemét ismerve, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog volt. És ennek a iskolának a megalakulása, ami számomra ismert volt, de ez a könyv megerősített benne, hogy minden olyan, az életben minden olyan pici hajszálon múlik. Bárki visszagondolja, visszapörgeti az életkerekét, akinek
már kicsit hosszabb az többet, akinek fiatalabb kevesebbet, hogy mindig egy picin múlott az életének a jobbrafordulása, annak a tudásnak a megszerzése, az életbe való tovább lépése, ez mindig picin múlott. Az iskola kezdés ez pont ugyanilyen volt, ha ott az a egy-két-három ember, vagy éppenséggel megyékből elszármazott és döntéshozó volt, vagy aki itt nyíregyházi főiskoláról, a Gyóvi Ernő, aki ment utána, akarta, szerette volna ezt iskolát elindítani, hogy milyen rövid idő alatt sikerült az iskolát beindítani, mert ha ez nem történik, nincsen gyors döntések, nincsenek, akkor az iskola ez nem indul be Nyíregyházán. Ami az elődőnek köszönhető az, hogy nagyon jó alapot adtak, és a piacon mindig ez a növendék, aki itt végzett, meg tudta a helyét, nekünk egy dolgunk volt, hogy ezt megőrizzük, és a másik pedig továbbfejlesztjük a kor igényének megfelelőképpen. Az, hogy kereskedelmi pilótát képzünk, mezőgazdasági pilóta képzés már nincs, nem igényli annyira a mezőgazdaság, úgyhogy fontosnak tartom azt, hogy tovább tudtuk vinni ezt a gondolatot, vagy az egész iskolának a múltját. András, nekem például egy nagyon érdekes rész volt az, amikor magáról a felvételi eljárásról írt, illetve arról, hogy hány főnek volt sikeres, ki volt az, aki megfelelt, ki az, aki nem, és akkor itt van például egy azért komoly lemorzsolódás is. Volt, akit fegyelmivel távolítottak el, volt, aki családi okok miatt hagyta abba az iskolát. Maga ez a legelső időszak. Egyáltalán ön például hogyan értesült arról, hogy ide lehet jelentkezni, és mi volt a motiváció? A motiváció az nagyon korai keletű volt, mert hogy 4 éves koromban kerültem ki először a repülőtérre, és attól kezdve, amikor csak szerétejthettem, ott voltam, diákként is. Itt tanították meg nekem, hogy a vitorlázó repülés az egyik legcsodálatosabb repülés. Szó, állandóan repülés közelbe voltam. Természetesen én is, mint sok más sportrepülő, áhítoztam rá, hogy milyen jó lenne, hogyha ne csak addig maradhatnék levegőben, amíg a vitorlázás ezt lehetővé teszi, hanem gázt lehetne adni, és addig repülni, és oda, hová szeretnék. No, ez nem ment volna olyan könnyedén, mert legfeljebb katonai pilótának jelentkeztem is 500 magammal évente. Ebből 25 főt vettek fel akkor a repülőtiszti iskolára. Így hát aztán egy sokkal békésebb területre sodort a sors. Híradásipari felsőfokú technikumba vettek fel. Katona lettem, és katonaság közben értesültem róla, hogy Nyíregyházán polgári pilóta képzés indul. A könyvben elég színesen leírom és részletesen, hogy jutottam el oda, hogy annak ellenére, hogy katona voltam, és már valahová felvéve ide szintén jelentkezhettem. Mint ahogy a könyvből is kiderül, 5 magammal fel is vettek a nyíregyháziak közül is. És ettől kezdve minden tőlem telhetőt megtettem, hogy ha ekkora szerencse ért, akkor ezt ne herdáljam el. Ami a lemorzsolódást illeti, a könyvben szereplő adatok számai szerint, ez többek között annak is tudható be, amit Horváth Péter úr itt nagyon szemléletesen mondott el, hogy a repülésben, mondanám azt, hogy kíméletlenül fegyelmezetnek kell lenni, mert a gravitáció az nem foglalkozik lélektani elemekkel, a levegőben nincs leállósáv, tehát itt a fizika törvényeit, az aerodinamika törvényeit és az emberek egymáshoz való viszonyulásának szabályait maradéktalanul be kell tartani. Ugyanakkor pedig a lélektan nagyon fontos, mert nagyon fontos ugye, hogy a személyiség mennyire stabil, megbízható, és mondjuk egy krízis helyzetben hogyan tud reagálni. Nem akarok nagyon személyes lenni, de tudom, hogy András azért ön a feleségét is megfertőzte ezzel a szenvedéllyel, úgyhogy lehet, hogy a repülésben ez egy ilyen nagy csoda, amikor együtt szárnyal mondjuk férj és feleség. Ebből még egy nagy csoda származott, hogy a feleségemet is kicsábítottam egykor a repülőtérre, és megismertettem a vitorlázó repüléssel. Azzal, hogy ő beleszeretett a vitorlázó repülésbe, mi pedig kölcsönösen egymásba, nekem az a
életre szóló ajándék származott, hogy nélküle én aligha küzdhettem volna végig azokkal az eredményekkel a pályát, amelyeket magaménak mondhatok. Ezt mindenki el szokta mondani, hol szemérmesebben, hol kevésbé, hogy egy családi háttér nélkül, még szorosabban véve egy gondos feleség nélkül nehéz sikeres embernek lenni. Én neki természetesen nagyon sokat köszönhetek, és ő benne is megvan mind a mai napig a repülés iránti vonzalom, de ő egy sokkal nehezebb feladatra vállalkozott, pilóta feleség lett. Ez egy nagyon nehéz hivatás. Hát a következő részt akár ebből is lehetne írni. Lehet, hogy ez talán még nagyobb tömegeket vonzana. Minden esetre akkor ön nem fehér lovon, hanem fehér vitorláson érkezett a felesége életébe. Egy picit még a jelenre koncentráljunk, és magára az oktatásra. Mennyire népszerű most a Nyíregyházi Egyetem ilyen szempontból, és mi lesz azoknak a fiatal pilótáknak a sorsa, milyen karrier lehetőség vár rájuk, akik itt végeznek? Fontos megemlítenünk, hogy ez a múlt, amit itt most ez a könyv is bemutat, ez nagyon fontos az egyetem számára is, hiszen erre építkezve tudjuk a jövőt építeni, és igyekszünk is a jövőt kiszélesíteni, hiszen az itt folyó, a Nyíregyházán folyó pilótaképzés az sokkal több, mint pilótaképzés, hiszen alapvetően mindig mérnököket képeztünk, akik pilótákká váltak. És ez a szemléletmód, és azt gondolom, ebben András is biztosan meg tud erősíteni, ezt tette lehetővé, hogy ilyen szép karrierek épüljenek, vagy fejlődjenek ki az itt végzettek tekintetében. Ugye az elmúlt több mint 50 év alatt már több száz, gyakorlatilag 800 körül jár azon pilóták száma, akik itt végezték tanulmányaikat, és ez a létszám egyre bővül, hiszen a mostani évfolyamok még népesebbek, mint a korábbiak voltak, és hát igyekszik az egyetem is ilyen szempontból bővíteni a kínálatot. E tekintetben most már nem csak alapdiplomás alapképzéseket adunk, hanem posztgraduális, tehát diplomára épülő pilótaképzési szakunk is van. Mellette szeptembertől angol nyelven is elindítjuk külföldi hallgatók számára ezt a képzési formát, és bízunk benne, hogy 2023-tól pedig már a 4,5 éves felsőoktatási szakképzés keretében is tudunk majd pilótákat képezni. Akkor határa csillagoség. Péter, gondolom, hogy önnek meg rengeteg ötlete van a múlt tapasztalataira épülve. Mi lenne a legideálisabb helyzet, mondjuk így, képzés szempontjából? Szerintem a Nyíregyháza város, aki a repülőteret biztosította az egész képzési idő alatt, vagy az ő tulajdona volt, aztán volt cégünk, aztán ismét a város tulajdona, ő ezt sajátjának tekinti, mindig támogatta főiskolát, egyetemet, képzőszervezetet ennek a megvalósításában, ezt őszintén el kell mondani, és minden úgy érzem, hogy minden szép lehet, meg jó lehet, az most jelenleg működik a Nyíregyházi repülőtéren, csak mindig előre kell menekülni, nem vendég létszámra gondolok, hogy nem kell megijedni egy 200 fős hallgató létszámtól sem egy évbe, erre kicsit van utódom is, a könyv utolsó oldalin ott van, aki ő mer nagyot álmodni, én koromnál fogva nem annyira tervezik akkora léptéket, de azt tudom, hogy eljutottunk egészen a típusképzésig már a Wizzairnek, egy piaci olyan szereplőnek befejezzük a képzését a típusképzéssel, full flight szimulátoron, amit tovább nincs, itt a vége a képzésnek. Most az, hogy a minőséget kell törekedni, a minőséget megtartani, meg a balesetmentességet, meg úgy összességében úgy nagyon jó pilótát bocsássunk ki, mint ezelőtt, nem a mennyiségre, a minőségre nagyon törekedjünk, hisz Európában van izraeli növendékünk, orosz növendékünk, a privátként jelentkezik hozzánk kereskedelmi pilótának jelenleg is, azért, mert a egyetemmel, a repülőtérre várossal végül is nagyon jó kapcsolatban ezt a képzést tudjuk öregbíteni és elismertetni. Hát uraim, köszönöm szépen, iskola a magasban, egy kicsit az első osztályba léptünk most itt repülés szempontból, legalábbis információk szempontjából, és az aranydiplomás pilótáknak szívből gratulálunk, és reméljük, hogy 50 év múlva szintén valami hasonló alkalom majd lesz majd itt a Nyíregyházi Egyetemen, a mostani kezdők is megélik ezt a csodát. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Kedves nézők, Csehov Cseresznyéskert című komédiáját a Móricz Zsigmond Színház társulata állította színpadra, erről szól a következő bejátszásunk. Jó, mama! Milyen hideg van. Egészen elgémberedett a kezem. Mama, emlékszel még milyen szoba ez? A gyerekszoba. Anyuskának a két régi szobája, a fehér és a viola színű is ugyanolyan, mint volt. A gyerekszoba? Az én drága gyönyörű szobám. Itt aludtam, amikor kicsi voltam. Viharos életét maga mögött hagyva, 5 év után érkezik haza a családi kúriába Ljubov Andrejevna, hogy újra megtalálja lelki békéjét. A harmónia azonban nem tart sokáig. A szeretett szülői ház, a családi birtok, a híres kert fénye mára megkopott, sőt egy kegyetlen ténnyel is szembesülnie kell a hazaérkezőnek. Lopahin kereskedő, a ház régi ismerőse hozza a hírt, rövidesen elárverezik a birtokot, a gyermekkor emlékeit őrző házat, a legendás cseresznyés kerttel együtt. Cukor Balázs első nyíregyházi rendezése számos kérdésre keresi a választ. Egy nagyon izgalmas anyag, nagyon tényleg, tehát egy nagyon különös, nagyon sok kérdést felvet, nagyon jó rajta dolgozni, nagyon megdolgozza egyébként az embert, mert annyi minden van a mondatok mögött, és egy olyan térkép, egy hálózati viszony van, vagy annyira sokat kell a múltba visszafelé keresni, hogy melyik szereplővel mi történt, hogy ilyen nagyon izgalmas kutatás valójában az egész. Ön számára melyek itt a legfontosabb kérdések a darabban? Az, hogy sokszor hogy hagyjuk, hogy lényeges dolgok elmenjenek mellettünk, mert egész egyszerűen mindig valami más lesz a fontosabb, hogy akarunk bizonyos dolgokat elérni, akár szerelmi szinten, vagy más szinten, és hogy ez milyen sérüléseket okoz másokba, hogy nem figyelünk egymásra. Tehát alapvetően ezt. Mi az oka annak, hogy itt a kamaraszínpadon állítja a színpadra a darabot, pedig ez úgy inkább szerintem nagy színpadi előadás szokott lenni? Igen, nagy színpad, én most már nagyon örülök, hogy itt csináljuk lenne a stúdióban. Egész egyszer, mikor a Horváth Illéssel beszéltünk, a színház művészeti vezetőjével, akkor a stúdió színpadon volt hely, tehát addigra már úgy nagyjából megvolt az évad, és aztán meg is úgy döntöttünk, hogy itt is megpróbálhatjuk. Te is megöregedtél, Leonid. Szóval akkor most alszunk. Jobban van, remélem, 240 rubel. Holnap reggel. Mindig csak a magáit hajtogatja. 240 rubel. Kamatokat kell fizetni. Nincs nekem pénzem, higgye már el! Nem adom, esküszöm, nem nagy összeg. Leonid magyar. Ljubov Andrejevnát, a kert úrnőjét Széles Zita alakítja, míg Lopahin kereskedőt Nagy Idai Gergő játssza az előadásban. Mindenki Csehovot akar játszani. Éppen azért, mert annyira bonyolultak benne a karakterek, a szereplők, hogy ennek a fejtegetése már éppen elég feladatot ad, és kihívást. Úgyhogy ezért minden Csehovval jó dolgozni, viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy alapvetően komédiákat akart írni. Csak... hát hajlamosak vagyunk félreértelmezni, hogy ássuk magunkat bele a szerepekbe. És milyen Lopahin szerepét játszani? Nagyon jó. A Balázsral is kifejezetten jó volt dolgozni. Meg jó dolgozni, és remélem, hogy lesz még rá alkalom. Én azt gondolom, hogy a próbák folyamán teljesen sikerült belelazulnom ebbe a dologba. Tehát nem állt tőlem távol ez a lopahinság. Hát annyiban, hogy nekem nincs pénzem. Milyen ez a figura? Hát ő egy feltörekvő paraszt ember. Legalábbis hurcolja magával azokat a frusztrációkat, amik ebbe a közegbe, a Ranyavszkája közegébe őt valamennyire el tudná helyezni. Úgyhogy ettől frusztrált a szereplő, a Lopahin. De egy bizonyos cél érdekében átverekszi magát, és le tudja magáról rázni ezt a hátrányt, vagy problémát. Neked egy gazdag férj, akkor még a nyugodt lennék. Elmegy ki ilyen, mert Moszkvában végig járnám a szentélyeket. Mennék, és mennék. Milyen jó
Mama vett fel. Hány óra? Ide aludna, dízesom. A mamát elő kellene készíteni, hogy itt van Petya. Eszébe fogja juttatni Grisát. Várja az úrnő fogadott lányának szerepében Kosik Anitát láthatja a közönség. A színésznő először játszik Csehov darabban. Nagyon izgultam, hogy ez hogy lesz. Nagyon érdekel, amikor apró idegszálakra lehet bontogatni. Nem csak egy embert, akit én játszom, hanem mindenkit is megnézni, hogy ők hogyan kapcsolódnak össze, vagy hogyan ütköznek, vagy hogyan csúsznak el egymás mellett. Nagyon pontos ismerője az embereknek Csehov, ezt tapasztaltam mindig, amikor olvastam, és most is ez alatt a próba folyamat alatt is ezt. Az előadás főbb szerepeiben Horváth László Attillát, Horváth Rékát és Tóth Károlyt is láthatja a közönség. Hogy 100 hosszú éven át tartó néma kiáltásoddal gyümölcsöző munkára hívsz bennünket. Nemzedékeken át tartod életben családunk életkedvét, szebb jövőbe vetett ítét belénk plantálva a jóság és társadalmi öntudat ideáljait. Semmit se változtál, Júlia. Papírosat középre, kontrafals. A Nyíregyházi Állatpark legfrissebb eseményével búcsúzunk. Európai bölényborjú született Sóston, a kis patás december közepén látta meg a napvilágot, már szálas takarmánnyal táplálkozik, napokon belül pedig tavaly született testvérével is játszani fog. Ismét európai kisbölény született itt a Nyíregyházi Állatparkban. Hanyadik alkalommal és egyáltalán mi lesz a kicsinek a sorsa később? A Nyíregyházi Állatpark az Európai Faj Megőrzési Program keretében tartja ezt az igen különleges fajt, aki igazából nagyon nagy szívünk csücske zoológiai szempontból is, hiszen egy olyan fajról van szó, mely a természetben már kipusztult. Azt hangsúlyozom mindenképpen, hogy a természetben, mert 1919 az utolsó egyedet sajnos egy vadorzó kiirtotta, viszont 1923-ban megalakult az Európai Bölényvédelmi Társaság, és elkezdte összeszedni a fogságban tartott európai bölényeket, elkezdte őket tenyészteni, majd visszatelepítette őket a szabad természetbe. Ez annyira hathatósan sikeredett, hogy a 0-1-es számból tulajdonképpen 6000 egyed él most már az eredeti élőhelyén az állatoknak. Az állatparkban jelenleg a most született aprósággal már 6 tagot számlál az európai bölénycsorda. A kis bikaborjú nagyon jól van. Születése után másfél órával már az anyját elkezdte követni, és most láttuk elérkezettnek az időt ahhoz, hogy a csordához csatlakozzon. Mivel bikaborjúról van szó, ivar életkorában olyan 6-800 kg-os is lehet a testtömege, nem véletlen, hogy Európa legnagyobb emlőseiről van szó. Alapvetően ezt a zimankót az állatok is megérzik, és mi is, tehát ilyenkor folyamatosan figyelni kell az itatókra, hiszen hamar befagyhatnak, illetve energiadúsabb táplálékot is kapnak. Ez főleg számukra széna, illetve zöldség, gyümölcsféle. Bár az apróság elsősorban anyatejjel táplálkozik, a napokban elkezdte a szálas takarmány fogyasztását is. Azt mondtad, hogy most már 6 vannak itt a kifutóban. Meddig maradnak 6? Alapvetően, mivel bikaborjú a legutóbbi szaporulat, ő legkésőbb másfél-két éves korában el fog kerülni ebből a csapatból. Mivel a faj megőrzési program szerint ez egy kitűnő genetikai állományú állat, meglátjuk, hogy hova kerül. Az ő nagy tesója egyébként 2020 novemberében visszatelepítésre került a Rewilding Europe nevű csapat segítségével. Az akkori állatunk Boci már a Rodop-hegységben, Bulgáriában éli mindennapjait, hogy a kisbika sorsa mi lesz, majd a fajbizottság eldönti. Hogy viselik egyébként a telet? Mennyire mozgékony, mennyire aktív állatok? Alapvetően ugyanolyan a klíma, mint a természetben, ugye ők Európában őshonos fajok. Ráadásul Magyarországon is annak idején előszeretettel vadásztak bölényre még Mátyás király korában. Tehát abszolút teljesen normális ez a klíma számukra. Nem is szükséges a belső fűtött istálló, csupán egy szélvédett karámra van szüksége az állatoknak, de cseppet sem zavarja őket a jeges fuvallat. A kicsi még tényleg nagyon kicsi a társaihoz képest, és hogyan telik egy napja, miket szokott csinálni? Hát alapvetően az apróság jelenleg 4 hetes, és mint egy bébi, ilyenkor eszik, iszik, alszik tulajdonképpen, de van egy tavaly született borjú nővérkéje, úgyhogy hamarosan játszani is fognak a közös kifutóban.
Köszönöm figyelmüket, most búcsúzom önöktől, ne feledjék, figyeljék a Kölcsei Televízió Facebook oldalát. Két darab mozijegyet sorsolunk a nyíregyházi Cinema Citybe. A kérdés pedig, mi a neve a Máté Szalkán nemrég átadott, felújított mozinak? A nyertest a sorsolást követően üzenetben értesítjük. Kellemes hétvégét kívánok nézőinknek, jövő pénteken találkozunk. Viszontlátásra!